Tanulószoba. Minden, amit gyermekünk fejlődéséről tudni kell. A csecsemő értelmi fejlődése. Köszöntöm Önöket! Milyen okosan néz, mondjuk sokszor akár egy újszülöttre is, pedig a kisbabák értelmi képességét nem feltétlenül a tekintetükön keresztül kéne meghatároznunk. Stúdiónk vendége Posta Júlia, az Ormos Intézet képességfejlesztő központjának szakmai tanácsadója. Júlia, miből következtethetünk arra, hogy hol tart egy kisbaba értelmi fejlődése? Ugye beszélgetni nem nagyon tudunk még vele. Nagyon megfelelő volt az a kép, amit elém rajzolt az előbb azzal, hogy a kisbaba szeméből meg lehet állapítani valamit. Igenis meg lehet állapítani nagyon sok mindent. A kisbabáknál az elsődleges kommunikáció az a hangadás, illetve a mimika. Ezzel tudnak a felnőttekkel, a saját szüleikkel kommunikálni. Mindannyian tudjuk, hogy az első időszakban, az első hetekben az újszülött folyton sír, hogyha valamilyen gondja van, azzal jelzi, hogyha problémája van. Egy idő után... Nincs más eszköze szegénynek. Nincs, bizony. Csak a hangja, illetve hát a teste, amivel jelzéseket tud küldeni az édesanyja felé. Ezért nagyon fontos az első időszakban a testi kontaktus megtartása, illetve az arccal gyermek felé fordulás. Ebben az időszakban a kisbaba egyértelműen tudja 3 hónapos korától jelezni azt, hogy ő éhes, vagy szomjas, vagy fázik. A szülőnek nem kell más csinálnia, az édesanyának csak figyelnie ezeknek a sírásoknak a különbözőségeit. Ez ilyenkor hangmagasságbeli különbség, hogyan lehet ezt dekódolni? Hangmagasság, hangélesség, ritmikusság, a dallamvonal. Vannak olyan babák, akik ezt cifrázni is tudják. Tehát még az idegenek, a szomszédnéni is meg tudja állapítani róla, hogy na, Józsika éhes, mert most úgy sír. Ugye folyamatosan arról beszélünk, hogy ahhoz, hogy a kisbabánk megfelelően fejlődjön, iszonyú mennyiségű odafigyelés szükséges. Akkor ezzel szemben jön a másik tábor, aki azt mondja, hogy hát el lehet kényeztetni a kisbabát. El lehet-e kényeztetni a kisbabát? Semmiképpen nem lehet a kisbabát elkényeztetni. Igen, évszázadok óta a probléma ez a családoknál, és vitatárgyát képezi, még a szülők között is gyakran, hogy fölvegyük a kisbabát, ha sír, vagy ne vegyük föl a kisbabát, ha sír. Beszélgessünk-e vele, ha úgy látjuk, hogy unatkozik, vagy ne tegyük ezt. Én azt mondom, hogy minden szülő ösztönösen figyeljen oda a gyerekére, szeresse, és akkor pontosan fogja érezni egy idő után, hogy adott esetben, egy-egy helyzetben valós szükségletei vannak a babának, vagy nincsenek. Ugyanakkor óva intenék minden szülőt attól, hogy a síró kisbabát magára hagyja pusztán nevelési szándékkal, ugyanis a későbbiekben a szocializációban, a közösségi magatartásban ennek nagyon-nagyon nagy hátránya lesz. Hát az a módszer, ami nagyon sokáig tartotta magát, hogy hagyjuk, hadd sírjon, az most már teljesen idejét múlt. Teljesen idejét múlt, a kisbaba így tanul meg kommunikálni velünk. Hogyha figyelmen kívül hagyjuk a jelzéseit, legyen az egy nyekkenés, vagy egy hangadás, vagy a gőgicsélésben bizonyos hangok adása, vagy későbbiekben bizonyos szótagok, vagy majd a kezdő szavak kiadása. Ha ezt egy szülő figyelmen kívül hagyja, akkor a kisbaba azt tanulja meg, hogy ő senkit nem érdekel. És ezzel a fejlődésében is gondolom hatalmas szakadék keletkezhet. Óriási szakadék keletkezhet, nem csak az óvodáskorban okoz ez problémát, hanem későbbiekben a felnőttkori szocializációban is ugyanitt lehetők fel ennek a gyökerei. Tehát a kisbaba értelmi képességét akkor a testéből, a hangadásából és akár a tekintetéből is leszűrhetjük, hogy ő hol tart most? Így van, a mozgás, és ezen kívül még a mozgás fejlődéséből, illetve a beszéd fejlődéséből, ami egy kisbaba esetében a gőgicsélést, majd a gagyogást és később a szavak kiejtését jelenti. Ugye ilyenkor jön az a képbe, hogy hát de mikor kezd el beszélni a baba, hogy mikor oké az, hogy ő már mond szavakat, és mikor kell pánikba esni? Tipikusan azt szokták mondani, hogy nagyjából 3 hónapos körül a baba elkezd már játszadozni a hangjával. 5 hónapos kora körül már kifejezetten élvezettel teszi ezt, ezt hívják gőgicsélés időszakának, ezen nagyon sokan szoktak kacagni, és egy nagyon érdekes időszak, és később a gagyogás időszaka jön el 6-8 hónapos kor körül, amire már érdemes odafigyelni, és minden gagyogási szót, kezdeményt a szülőnek visszajelezni. Miből látjuk azt, hogy a baba figyeli azt, amit mi mondunk, teszünk körülötte? Nagyon egyszerű, hogyha a gyerekkel közösen egy légtérben tartózkodunk, akkor lehetőleg minden tevékenységünket vele együtt csináljuk, és próbáljunk közös figyelmi helyzeteket teremteni, megfogjuk a karunkba, emeljük a kisbabát, és a teremben, szobában lévő tárgyakkal végigmegyünk, melbeszéljük neki, hogy most mit csinálunk. Némelyik szülő még kenguruba is teszi ilyenkor a gyerekét, ami nagyon hasznos tud lenni, mert egy egész tevékenységsort végig tud vele kísérni.
Tehát ezáltal otthon is fejleszthetjük a babánkat akár. Így van, nem kell bonyolult dolgokra gondolni, a mindennapi együttlétezés nagyon jó erre. És akkor ilyenkor jön az a kérdés, hogy igen ám, de ahhoz, hogy a szülőnek ennyi figyelme legyen, és ennyi gondoskodás legyen benne, a saját mentális egészségére is menet közben nagyon oda kell figyelnie. Amikor találkozik szülőkkel, akkor mennyire tud erre is figyelni, hogy hú, most lehet, hogy az anyuka azért nem tudott részt venni a baba fejlesztésében, mert hogy ő nem állt erre készen. Abszolút így van. Az eddig végzett munkám során, illetve csak a magánéletemben a családokkal kapcsolatos összefüggésekben is nagyon gyakran észrevehető, hogy ahol az édesanyának vagy az édesapának nincs ideje töltődni, egy idő után ő már nem tud adni. Tehát szeretném felhívni mindenkinek a figyelmét arra, hogy minden családban meg kell találni azt az egészséges egyensúlyt, ami az édesanyának vagy az édesapának az odafigyelését jelenti. Emellett párhuzamosan az önidőt, én időt, magánidőt meg kell teremtenie minden anyukának és édesapának, hogyha ő neveli a gyereket, mert egy idő után kiég, elfárad, képtelen lesz odafigyelni arra, hogy mit csinál a gyerek, vagy észre sem veszi, hogyha valamilyen nehézséget támad. Nagyon nehéz lehet megtalálni ezeket az arányokat, mikor túl sok, mikor túl kevés az odafigyelés és a gondoskodás, de azt hiszem, hogy a babák a létező összes gondoskodást és odafigyelést megérdemlik, és hogy ezáltal fejlődnek, ezáltal lesznek aztán egészséges mentális és fizikai állapotú kisgyerekek, és aztán felnőttek. Így van. Köszönöm szépen.